az új iPhone 14 Pro. Konkrétan ez az, hiszen az egész videót ezen veszem fel. Észrevetted? Ha igen, akkor írd meg kommentbe. Hogy a legnagyobb kérdésről válaszoljunk és beszélgessünk, megér-e ez 600 ezer forintot? Nagyon-nagyon király ütős funkciói vannak, és Apple egyértelműen arra törekszik, hogy rávegyünk minket arra, hogy ez egy instant get a kétszer világosabb kijelzőjével, és végre van always on displayünk, ami tényleg a legjobb az összes telefon között, és még ehhez kaptunk egy nagyon jó kis kamera upgrade-et és biztonsági funkciókat, mint ütközésvédelem, illetve észreveszi azt. Szóval egyszerű lehet a kérdés. De igazából mégsem az. A megjelenés napján készhez kaphattam, és egy elég érdekes véleményem alakult ki, ami lehet, hogy sokkolni fog, úgyhogy mindenféleképpen nézd meg a videót a végéig, és fogok mutatni három fotót összehasonlításképpen, ami nagyon érdekes lesz. De a vicces dolog, hogy mászkáltam a városba, telefonáltam, üzeneteztem, pötyögtem rajta, fotókat készítettem, fizettem az Apple Pay-jel, és senki észre sem vette. Miért? Mert konkrétan ugyanúgy néz ki, mint az iPhone 13 Pro. De tényleg ugyanaz? Derítsük ki, de először intro. Imádom a dizájnt, és szeretek róla beszélgetni, megnézni minden apróságot, hogy milyen, de itt nincs sok mindenről beszélni. Persze kaptunk néhány új színt, vannak kis változások, de amúgy meg legtöbben tokkal használjuk, amik amúgy szinte teljesen kompatibilisek az iPhone 13 Pro-ból is. Szóval, hogyha így ránézünk, nem is veszük észre, hogy ez egy másik telefon, addig, amíg rá nem nézünk a kijelzőre, de arról mindjárt beszélünk. Amúgy a bekapcsoló gomb egy picit lejjebb ment, ehhez képest pedig a hangerő gombok feljebb, nagyobb az 5G antenna, nagyobb hangszórók vannak, amik tényleg egy kicsit jobban szólnak, és a fekete verzió egy picit még feketébb lett, a kamera a kiállása még nagyobb lett, és amúgy sötétebb az oldala is, a kerete is. Te ezt tényleg csak akkor veszed észre, hogyha egymás mellé rakod a 13-as 14-es Pro-t, és akkor, hogyha nincs rajta tok. Úgyhogy ennyit a külsőről, és erről az új telefon feelingről, amit mindannyian annyira szeretünk. Őszintén, az iOS 16 sokkal több izgalmas új funkciót hordoz, amivel úgy érezhetjük még egy régebbi iPhone-nal is, még egy 12-essel is, hogy egy új telefonunk van. De amúgy ez a kamera kiállás hát tényleg nagyobb lett, és hogyha amúgy a 13-asban nem szeretted, hogy így mozog, ez igen, sokkal jobban mozog. Úgyhogy tényleg ennyi a design rész. Ettől függetlenül ez egy új év, új iPhone, és van néhány dolog, amit át kell beszélnünk, és nem nagyon láttam, hogy mások említették volna. De, hogy az alapokat gyorsan végigdaráljuk, három olyan update-et kaptunk, ami szerintem fontos, belső dolgok, a kijelző és a kamera. Az utolsó úgy, ahogy. Talán érzed is a hangomon, hogy nincs sok minden olyan áttörő újdonság ebben az évben az iPhone-ok tekintetében. A normál 14-es szinte ugyanolyan, mint az előző évi 13 Pro, csak egy kamerával kevesebb. Szóval lehet, hogy inkább egy 13 Pro-t vennék, hogyha az alapmodellekben gondolkozol. De nyilván megkapta az A16-os Bionicot, meg 6 GB RAM-ja van, de igazából 15-höz képest alig vehető észre. Amúgy egy érdekes dolog, hogy még az Apple a hivatalos bejelentésen is az A13-hoz hasonlította, mert annyira kevés a különbség. Ahogy az az A15 Bionic is egy nagyon durva volt, ez is az a legjobb felhasználó élményt kapjuk, és egy egész napig tartó akkumulátor bírja, de mondjuk pont az akkumulátorral van egy kis érdekesség, de erről mindjárt beszélünk majd. Mivel a döntés általában az előző évi modellhez való összevetéssel párosul, ezért, mivel már mondtam, hogy inkább egy 13 Pro-t vennék, hogyha az alap 14-esen gondolkozol, de azért érdemes elmondani, hogy a 14-es alap is megkapta az új szenzorokat, jobb giroszkópot, accelerométert, és remélhetőleg, hogy
ezt a funkciót, ami miatt belerakták, soha senki nem fogja használni, hogyha egy karambolba voltunk. Automatikusan észreveszi a telefon, és automatikusan hív is egy ilyen SOS szolgálatot, vagy akit kell, ha nem nyomjuk be, hogy jól vagyunk. Biztos lesz néhány tartalomgyártó, aki ezt kipróbálja, de én nem fogom. Érdemes megemlíteni azt, hogy az amerikai modelleknek két különbsége van. Az egyik, hogy eSIM-et kaptak, tehát már nincs is sima SIM tárca benne, ami szerintem annyira nem jó, mert mi van, hogyha utazni szeretnénk és ott berakni egy SIM kártyát. Az egyedüli pro aztán az, hogy egy kicsivel kevesebb az esélye, hogy víz menjen bele, meg egyel kevesebb mozgó alkatrészünk van, de nem hinném, hogy ez akkora nagy különbséget okoz. A másik a szatellit kapcsolat. Az összes iPhone 14-be bekerült ez a nagyon király technológia, amit szeretek, hogyha eddig csak keveseknek volt elérhető, és most sok mindenkinek elérhető lesz, hogy amikor nincsen térerőnk, használhatunk szatellitet arra, hogy egy SOS üzenetet küldjünk, de sajnos ez csak az Egyesült Államokban és Kanadában elérhető, ott amúgy 2 évig ingyenes. Éppen ezért amúgy gondolkozom is, hogy mennyibe fog kerülni később. Más szolgáltatók dedikált ilyen telefonnal olyan 10-20 dollárt kérnek el havonta, és amúgy még inkább az az érdekes kérdés, hogy mennyi iPhone felhasználó fog ezért fizetni is. Mindegy, ezt se fogom tesztelni, pedig nagyon jó lenne egy amerikai trip, annyira hiányzik, rég voltam már ott. De nagyjából, ami belül történik, ennyi is. Miért nem megyünk az izgalmas részekre, és hát ha egyáltalán annak tudjuk hívni, de beszéljünk a kijelzőről. Egy kicsivel jobb lett az OLED, a Pro OLED kijelző, jobb felbontással, vékonyabbak lettek a keretek, amit észre se fogunk venni, de ami viszont durva, hogy 2000 nites lett a legnagyobb fényereje, az 1000 nithez képest ez kétszeres az iPhone 13 Prohoz képest. A HDR egy kicsit jobb lett, és tényleg nagyon jó, hogy a kijelzőt bármikor, bármilyen körülmények között láthatjuk, de én azt hittem, hogy sokkal drasztikusabb lesz az a különbség, amit a 13 Prohoz képest látok, és annyira amúgy nem. Mind a kettő nagyon király. Szóval igen, mindenféle helyzetben láthatjuk a kijelzőnket, akkor is, hogyha mondjuk egy egzotikus utazásra megyünk el. Ha már itt tartunk, van valami, amit úgy hívnak, hogy Dynamic Island. Érted? Island, egzotikus összekötés. Hogy tetszik amúgy maga ez az egész Dynamic Island, vagy ez a nagyon-nagyon gagyi átvezetés a következő témára? Kérlek, írd meg kommentbe a véleményedet. Oké, szóval a neve Dynamic Island. Kimerjem jelenteni, hogy ez egy game-changing dolog? Nem, egyáltalán nem. Ez nem lesz az a ok, amiért egy új telefont fogunk venni, de egy nagyon jó példája annak a little big detailnek, apró részleteknek, amit az Apple tényleg egy következő szintre emel, amikor egy apróságot is, de mégis ahogy a telefonunkkal interakcióban vagyunk, a notifikációkkal, felugró dolgokkal, Face ID, Apple Pay, hívásfogadás, az egész gondolat az, hogy hogyan tudjuk összemosni a hardvert és a szoftvert. Egy olyan ütős felhasználói élményt kapunk, amit tényleg csak az Apple tud szerintem kialakítani. És ez a kis kapszula, illetve, bocsánat, dinamikus island, sziget, dinamikus sziget, a háttérben futó dolgokat megjelenti nekünk például, hogyha zenét hallgatunk, vagy hogyha van egy időzítőnk, megmutatja a zenénél a kis artworköt, hogy milyen albumot hallgatunk, meg hogy éppen hallgatjuk, de szét is tudja választani a szigetünk, hogyha mondjuk egyszerre megy mondjuk az időzítőnk, meg zenét hallgatunk, akkor így szétmegy. Hogyha csak így rányomsz, akkor előjön maga az alkalmazás, viszont ha hosszan lenyomva tartod, akkor mint a Notification Centerbe így előjön egy sokkal jobb amúgy felhasználó élményben, hogy éppen mi történik. Én mondjuk lehet, hogy pont megfordítottam volna, hogyha csak így rányomok, akkor ugorjon fel, és hogyha hosszan nyomom, akkor jön elő, de mindegy.
az a, hogyha érdekel, hogy milyen funkciók, rengeteg funkcióhoz elérhető, hogyha az AirPods-unkat csatlakoztatjuk, akkor a leírásban ott van a teljes rész, amit a like gomb alatt megtalálsz, amit benyomhatnál, hogyha tetszik ez a videó, tök sokat segítene abban, hogy még több emberhez eljusson. És végre megkaptuk az Always On Display-t. Köszönöm szépen! A tavalyi ugyanilyen videómban a 13 Pro-ról pont ez volt az egyik legnagyobb problémám, ami egy kicsit visszatartott, hogy Androidról váltsak, mert imádtam, hogy nem kell felemelnem az asztalom, látom az időt, vagy a notifikációmat. Hát ennek már eléggé ideje volt. És az ő módjukon csinálták meg. My way. Ez annyira egy tipikus Apple mód, hogy utolsóként érkeznek meg egy funkcióval, hát alig várom, hogy megérkezzenek az USB-C-hez, vagy a gyorsabb vezeték nélküli töltéshez. De igen, az Always On Display első ránézésre egy ilyen instant nyertes, de azért egy picit beszélgessünk róla. Rengeteg telefon volt már jó pár éve, aminek nagyon király az Always On Display-je, és most ugye belépett az Apple ebbe a játékba. Gyönyörűen néz ki, imádom, ahogy a háttér elsötétedik, az óra előjön, hogyha ilyen elmosott hátteret használunk az iOS 16-tal, látjuk a részleteket, hogy mit hallgatunk, vagy más notifikációkat, gyönyörű. De nem hinném, hogy ez annyit ad a mindennapi használatba. És kettő negatívumot tudok itt említeni, ami egyszerűen csak egy ilyen csalódottságérzést ad számomra. Az egyik, hogy amiközben használtam, rengetegszer néztem így az asztalra, vagy amikor feküdtem a kanapén, mert úgy éreztem, mint a régi iPhone-oknál, hogy igazából be van kapcsolva, csak így nagyon-nagyon alacsony fényerőn van. Illetve ez az egész minden, hogy mennyire király a felhasználó élmény, nem számít semmit, hogyha ennek negatív hatása van az akkumulátor időre. But I am getting slightly worse battery life than I've expected and than I've had on the 13 Pro for the past year. Én úgy érzem, hogy van, meg amúgy a MKBHD és meg más youtuberek is említették, mert ugye ugyanúgy használom a 14 Pro-t, mint a 13 Pro-t, de a nap végén simán bírja a napot, de egy 8-10%-kal kevesebb az akkumulátornak a töltöttsége, szóval nem tudom, te használni fogod, vagy használnád az Apple-nek az Always On Display-ét? Írd meg kommentbe. És az iOS 16. Imádom az új lock screen-t, amitől ugye zárolva látjuk, és hogy a háttérképre rárakhatunk notifikációkat, különböző információkat, és hogyha úgy választjuk ki a hátteret, akkor így mögötte van az óra, és imádom az én új hátteremet a kutyámmal, akit amúgy Siri-nek hívnak, hogyha tetszik a neve, hogy Siri, meg ez a videó, akkor lájkolj kérlek. De tényleg, az egyszerűen csak a fejek és a feje mögül, így előjön az óra, amikor ugye bekapcsolódik az Always On Display, és egy gyönyörű animáció az az egész, ahogy történik. És most pedig eljutottunk a legnagyobb update-hez, ami miatt egyértelmű, hogy meg kell venni az új iPhone 14-et, a kamerák. Az iPhone 6S óta 7 éve az iPhone-nak 12 megapixeles szenzora volt, és most megkaptunk egy 48 megapixeles az iPhone 14 Pro-knál. Második generációs fókuszálás, optikai képstabilizátor, 100%-os fókuszpixelek, a blende, a rekeszérték 1,78 lett, amivel még több fény jön be, és rossz fényviszonyok mellett még szebb, realisztikusabb, természetesebb lesz így ezáltal a hátterek elmosása, portrémód nélkül, a cinematic mód végre megkapta a 4K-t, és van egy teljesen új action mód, ami stabilizál, nagyon király. Instant get, nem? Nem. És ez az egyik fő üzenet, hogy a legtöbb általános felhasználók észre se fogják venni ezeket a minőségbeli változtatásokat. És amúgy aki meg pro, fotós, videós, szerintem a legtöbb esetben az iPhone 14 Pro nem fog akkora különbséget hozni az előző évhez képest a kamerákkal, míg hogyha használják mondjuk a 13 Pro-t, az ugyanúgy jó lesz, és maximum meg ott van nekik a saját drága, nagy, dedikált kamerájuk is. Amúgy csinálok egy dedikált külön videót arról, hogy a kamerák milyenek, mindent ki fogunk tesztelni, és egy kérdésre keresem a választ, hogy az 5x-10x ennyibe kerülő kamera setup, mint a Sony A7S3 drága objektívekkel leváltható-e? Szóval
Nem egyszerű a kérdés, mert lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ezt ott át fogjuk beszélni, hogy mindenféleképpen iratkozzál fel, hogyha érdekel ez a tartalom, és nyomd be a csengőt, hogy értesülj, mert pár napon belül ki is fogom tenni. Oké, térjünk vissza az új action módra. Kettő dolog. Először annyira izgatott lettem, hogy mennyire király lehet ez, de megint ugye az iPhone 13 Pro-hoz összehasonlítottam, és annyira meglepődtem, hogy alapból mennyire jó amúgy a videó képstabilizátor, hogy nincs akkora különbség, érezhető, de amúgy amikor berakod valamilyen editáló szoftverbe, akkor egy gombnyomással konkrétan stabilizálhatod a felvételedet, és tök jó lesz, olyan érzésed van, mintha egy slideren lett volna. Következő dolog, egy pro tip, alapból 2,8K-ba vesz fel, és ezt a szuper széles objektívre teszi, úgyhogy mindenféleképpen állítsuk át a fő objektívünkre, mert így még jobb lesz a képminőségünk, és kevesebb lesz a zaj a képeken. Ugye a 48 megapixellel még a fő kameránk is tök jól be tud kroppolni és stabilizálni. És ha már itt tartunk, kaptunk egy kétszeres optikai zoomot, nagyítást, anélkül, hogy lenne egy negyedik kamera, mivel akkora a szenzor, simán bele tud kroppolni, és egy nagyon jó képminőséget kapunk. Lehet, hogy néha mondjuk a HDR túlerős, vagy nem olyan jól teljesít rossz fényviszonyok mellett, de tényleg azt mondom, hogy egy aranyos kis elfogadható, jó évről évre lévő fejlesztése lett a kameráknak, de semmilyen áttörő, úttörő dolog. Hozzá kell tennem, hogy ez a legjobb kamerarendszer, vagy az egyik kamerarendszer. Jobb színkezelés a különböző optikák között, jobb az autofókusz, az általános minőség, kevesebb zajjal, és még azt is merem mondani, hogy néhány professzionális, fizetett esetben is lehet használni, vagy egy ilyen YouTube csatornát elindítani egy iPhone-nal. De nem csak a 14 Pro-val, hanem a 13 Pro-val is. Simán. Ja, amúgy meg van egy új selfie kameránk, ami végre 12 megapixeles és autofókuszt is kapott, ebben tényleg látható egy jó minőségi ugrás. A másik pro tip, hogy ha szeretnénk a teljes 48 megapixeles szenzort használni, akkor pro RAW-ra kell váltanunk, hogy nyers felvételünk legyen, ezek ilyen 50 feletti megabájtos képek lesznek, és fel is rakok ide egy összehasonlítás, hogy látható legyen, hogy milyen különbség van. Ha rázoomolunk, akkor azért látható, de alapból tök jó képek vannak, és szerintem a 12 megapixel bőven elég. De nem fogom elmondani, hogy melyik, úgyhogy kérlek írd meg kommentbe, hogy szerinted melyik. A 14 Pro-ban a sima, és melyik a nyers fotó, és ezeket majd az videó legvégén fogom megmutatni, hogy mindenféleképpen nézd tovább a videót, már mindjárt ott vagyunk. Ahol nem vagyunk az, hogy 8K felvétel, USB-C, vagy hogy port nélküli dolgok legyenek, hogy nagyobb akkumulátoridő, legyen mondjuk egy éjszakai felvétel módunk, asztrofotózása, vagy egy új dizájnt kapjunk. De mégis egy ilyen király szoftver frissítéssel, mint az iOS 16, nagyon élvezhetjük az iPhone-unkat, tehát az előző generációkban is benne van. Szóval a következő a helyzet, ahogy az elején mondtam, ez lehet, hogy meg fog lepni. Az árak Amerikában ugyanolyanok lettek, de Európában lehet, hogy az euró kontra dollár árfolyam miatt egy olyan 11-16%-kal változtak, és ilyen 560 ezer forinttól indulunk. Ez nagyon-nagyon sok pénz. Nem is, 569-et, meg 570-től. Az iPhone 13 Pro majdnem 100 ezer forinttal olcsóbb, 460 ezer forint. És amúgy találhatunk új, de újrahasznosított iPhone-okat amúgy kb. Még egy 50 ezer forinttal olcsóbban, vagy egy 12 Pro-t akár 150-200 ezer forinttal olcsóbban. Nem szeretnék belemenni az Apple kontra Android vitába. Szerintem az egy tény, hogy az Apple baromi jó telefonokat gyárt, és rengeteg ember, amikor gondolkozik azon, hogy váltson, vagy vegyen egy újat, át kell gondolni, hogy ez a 600 ezer forintos range kategória, rengeteg versenytársa van, és itt nem csak más telefonokról beszélek, de ennyi összegért vehetnénk egy iPad Pro-t, vagy egy MacBook Air-t, vagy elmehetnénk ugye egy egzotikus utazásra is, ugye? Dynamic Island. De persze, hogyha a legjobb kamerát szeretnénk, a legvilágosabb, legszebb kijelzőt és a Dynamic Island-et, az Always On Display-t kihasználjuk, meg azt kell nekünk, akkor persze,
vedd meg. És ha mondjuk van egy iPhone 11-ed, vagy annál öregebb telefonod, és nem akarsz várni az iPhone 15-re, aminek biztos, hogy új dizájnja lesz, és még több upgrade-je, update-je lesz, akkor ugyanúgy vedd meg nyugodtan, meg fogja érni a pénzedet. De akkor is megérheti, hogyha egy ilyen szemi-professzionális, félprofi, videós, fotós, tartalomgyártó vagy, és mondjuk gondolkozol azon, hogy vegyél egy drága kamerát. Lehet, hogy pont ez lesz a kamerád, ami nagyon durva, hogy tényleg versenyez, ahogy most is látod, a sokkal drágább Miltz kamerákkal és sokkal drágább külön objektívekkel, csak éppen ez egy telefon is. Akkor vedd meg. De hogyha pont már van egy iPhone 12 Pro-d vagy 13 Pro, akkor őszintén úgy gondolom, hogy nem éri meg ebben az évben erre költeni a pénzünket, vagy tegyük félre, hogy majd jövőre vegyünk, vagy költsük el másra, és lehet, hogy valamin régóta gondolkoztál, vedd meg azt. Vagy ahogy mondtam, hogy akár még semi-pro-ként ez a fél amatőr, fél profi kategóriában is tök jól lehet azt használni. Hogy ezt az egész gondolatot tovább vigyem, picit távolabbról. Megfoghatnánk ezt a 600 ezer forintot, és ugye ez még lehet drágább is, hogyha nagyobb kapacitást kérünk, és mondjuk éljük az életünket, gondoljunk bele, mennyi élményt szerezhetünk ennyi pénzből utazással, és amúgy ugyanúgy ott lesz a zsebünkben egy nagyon jó telefon az előző évekből. Hogyha van egy idősebb iPhone-od, egy korábbi, akkor az alapokat megkapod, az iMessage, FaceTime, az új haptic keyboardot és a teljesen új iOS 16-os élményt azokkal, amik kompatibilis Apple eszközök. Persze nem lesz meg ez az új telefonérzés, ami szerintem kb. 1-2 hét után el is veszik, de minden mást megkapsz ugyanúgy. Oké. Nagyjából ennyi volt ez a nagyon hosszú videó, de tovább fogom tesztelni az iPhone 14 Pro-t, és lesz ugye egy dedikált videóm a kameráról, ami az összes módot, teljesítményt meg fogja nézni, szóval hogyha ezek a dolgok érdekelnek, akkor mindenféleképpen iratkozz fel. És elmondom azt is, hogy miért, mert hogyha kíváncsi vagy arra, hogy egy sokkal drágább, több milliós setupot a Sony A7S 3-mal, GM lencsékkel le tud-e váltani, vagy hogy versenyzik vel, akkor iratkozz fel, és nyomd meg a notifikációt is, mert egy pár napon belül ki is fogom hozni. De hogy egy kis spoiler is legyen, nem csak a kamerán múlik. A fényeken, mikrofonokon is, ahogy most is használtam külső mikrofon, külső fényt, ebben az egész kis home office YouTube stúdiómban. Hogyha érdekel, hogy ezt hogy alakítottam ki, mert rengeteg nagyon király kis tip, trükk, eszköz van benne, akkor nézd meg ezt a videót. Köszi szépen, hogy itt voltál. Találkozzunk a következőben. Szia, sziasztok!